Jelen pillanatban az ütemezett oltás időszakát éljük, ami azt jelenti, hogy különböző oltóanyagokkal, különböző veszélyeztetett korosztályban a lévő emberek oltása történik. Bátaszék körzeti orvosait hívta Bozsolik Róbert polgármester egyeztetésre hétfő este a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatban. A megbeszélésen a doktorok elmondták, mit tapasztalnak saját körzetükben, és milyen segítségre lenne szükségük a további oltási menet zökkenőmentességének megőrzéséhez. Eddig hetente 10-12-20 oltást tudtunk beadni bátaszéken vagy oltóponton. Az oltópontosokat csak szerveztük, és megjött a körimél a kormányhivataltól, hogy a héten megérkezik a kínai vakcina, és akár 100 oltás is a praxisokba kerül. A doktornő elmondta, sok az egybetegre jutó adminisztráció, ezért szeretnék, ha a város szakképzett segítséget tudna adni nekik az elkövetkezendőkben. A helyi önkormányzat kötelező feladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás, és ehhez tartozik az oltások szervezése. Így azon betegek szállításában is segítenek majd, akik nem tudnak önállóan eljutni a rendelőbe. Néhány szót váltottunk már arról is, hogy ha az ütemezett oltás véget ér, és megkezdődik a tömeges oltás, akkor hogyan tudunk majd együttműködni, hogy adott esetben Bátaszék lakossága minél nagyobb számban, minél rövidebb idő alatt megkaphassa majd a védőoltást. A megbeszélésen jelenlévő 4 házi orvos szerint azonban az első és legfontosabb lépés a védőoltásra való regisztráció. Így kérik a város közel 6400 lakosát regisztráljon az oltásra.